Egyházi iskola lehet a Szepsi Szikszón, hiszen a héten már közmeghallgatást is tartottak az inkubátorházban a kérdésről, ahol az előnyeiről beszéltek a megjelenteknek, az érintettek. Az eseményen a szülők és a tanárok is tehettek fel kérdéseket, akik az új terveket, a váltással járó eseményeket, változásokat is meghallgathatták ezen az eseményen. Mindenféleképpen a szülők számára is fontos, hogy hogyan gondolja az oktatás jövői Szikszón az önkormányzat. Én annak örülök, hogy itt látom a sorokban Takács Lászlóné alpolgármester asszonyt, aki az oktatásért felelős alpolgármester. Azt gondolom, hogy Mező tanár úr, képviselő úr, aki az Oktatási Kulturális és Sportbizottságnak az elnökeként már hetek vagy hónapok óta foglalkozik ezzel a kérdéssel. Akik nem tudják, néhány héttel ezelőtt a képviselőtestület Bóbi Józsefet kérte fel képviselőként, hogy kifejezetten ennek az oktatási átalakítási folyamatnak a külön gesztoraként, tanácsnoki minőségben kezelje ezt a folyamatot. És itt van dr. Farkas József, a bizottság egyik tagja, nem tudom dobosni, de látom erre bele is folyamatos a fegyeztetés. Tehát azért sorolom fel a neveket, hogy utána is még velük is külön lehet beszélni, lehet egyeztetni, hiszen ez egy nagyon fontos és kardinális kérdés, hogy hogyan döntenek a szülők, hogyan döntenek a pedagógusok, és hát természetesen hogyan dönt majd a miniszter, hogy hogyan alakul át Szikszón az oktatásnak a helyzete, a jövője.